A sáraspataki művelődés háza és könyvtára hirdette meg a kalandozásokat Tokaj-hegyaljai borvidéken című ismeretterjesztő sorozatát. Céljuk a bor kultúra népszerűsítése, a környező borászatok bemutatása. Számos borvidéki szereplőt követően legutóbbi alkalommal a Sátoraljaújhelyi Bodnár Sándor vezette, Bodnár pincészet mutatkozott be. A szakember 45 éves tapasztalatát, Tokaj-hegyalját érintő elképzeléseit, néha kritikáit osztotta meg a nagy közönséggel. Természetesen borkóstolóra is sor került. Hát a Bodnár Pincészet Borház 1992-ben alapítottam, mint családi vállalkozást. A megyében 11-ként kaptam meg ezt a megtiszteltető címet, tehát eléggé gyorsan indítottam ezt a családi vállalkozást. Segítőtársammal, Repé Józseffel, Vőmmel végezzük ezt a munkát. 2013 volt életem 53. születe, amit levezethettem. Ez az Isten csodálatos kegyelmére tekintem, hogy megélhettem. 53 év, 53 évjárat, minden év új és új kihívást jelent. Sok mindent megéltem a több mint fél évszáz alatt, de az idei év kataklizmája, ami a tokai jövőjét illeti, a 400 éves borkészítés, a borkultúra, a hungarikum megingását veti előre, nagyon aggasztónak tűnik számomra. Minden nemzet ragaszkodik a hagyományához, a kultúrájához. Úgy tűnik, mi nem. Ez az útvesztéssel jelenleg a többség került kisebbségbe Tokaj-hegyalján. De ne siránkozzak, hisz advent van, a várakozás, a megérkezés ideje. Bízunk abban, hogy az érték, a hagyomány, az igazság hosszú távon győzelmeskedik a haszon és a profithajhászás felett. Tudjuk, hogy az akadályok, ha pillanatnyilag veszteséget is hoznak a borvidéknek, de újabb erőt adnak annak legyőzésére. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy jelenleg Tokaj-hegyalján nem a minőséggel van baj, hanem az árral és a jövedelmezőséggel. Ez pedig a rossz kommunikálásunkkal és a rossz marketing tevékenységünkkel magyarázható. Magyarországon ma két borvidék van, Eger és Tokaj-hegyalja, ahol a civakodás, itt minden rossz. A széthúzás, a kapkodó intézkedések miatt a legalacsonyabbak a forgalomból kerülő borok árai. Hát, hogy erre csak egy példát hozzak. Itt van Lidl-nek a legújabb kiadványa. A tokai asszú, 3 pontos asszú, 999 forintba kerül egy palac, polciár. Balaton Boglár pezsgője, 899 forint. Ez egyenesen katasztrofális. És ha 999 forintból levesszük az áfát, akkor mi marad gyakorlatilag a borra, hisz 3 pontos asszúhoz legalább 700 forint értékű asszúszemet használunk fel. Plusz hozzáteszünk még a bort, plusz a üveget, palackot, a dugót, egyebek, hát akkor nem tudom, hogy lehet ezt egyáltalán ennyire eladni, és hát nem véletlen, hogy, és ez egy nagy cégnek a terméke, tehát nem egy kis cégnek a terméke. Hát és Egerbe is, hát az egri bort, az egri bikavért adják 499 forintért egri bikavért. Hát szóval meg is van a magyarázat, hogy miért. Tehát ahol széthúzás van, értelmetlen viaskodás, ezt eredményezi, és hát természetesen a jövőben azt kellene a marketing politikánkban megfogalmazni, és nyilatkozatainkban az önmarcangolás és minden rossz, ami itt van helyett, hangsúlyozni kellene azokat az évszázados, csodálatos borászati kultúrát, a borkészítésnek a kultúrát. Kiútként én röviden azt látom, hogy közös beszerzés kellene az egész borászat szempontjából, tehát alapanyagbeszerzés, kartondugó, stb. Palack, és közös értékesítés kellene a borvidéken megvalósítani, úgy, mint a hollandok ezt megtették. A hollandok 40 évvel ezelőtt hasonló helyzetben voltak a gyümölcs, zöldség és dísznövény vonatkozásban. Míg az állam ezt felismerte, és 40 évig ölte bele a pénzt,
létrehozták ezeket az úgynevezett árverező házakat. Ezekben az árverező házakban gyakorlatilag a termelők beviszik az áru konténerbe, a tetejétől az aljáig ugyanannak a minőségnek kell lenni természetesen, mert amennyiben nem, a minőségét során az egészet megsemmisíti. Tehát nem meri senki sem megtérni, hogy felülre rakja a szépet, alulra meg a rothadta teszi. Ugyanezt a folyamatot kellene itt is lejátszani, és az érdekesség az, hogy az árverőző óra megindul, és egy bizonyos ponton megáll. Tehát nem lehet az, hogy ára értéken alul kerül valami forgalomba. Ugyanezt kellene nálunk is csinálni. Ez az asszú biztos vagyok benne egy kitűnő minőségű asszú, hisz olyan ellenőrzési rendszereken mennek ma Tokahegyen keresztül a borok, hogy ez szinte garantált. Aki pedig nem ilyet forgalmaz, azt meg kell büntetni, ennek ez a megoldása. Tehát itt is meg kell állapítani egy minimális árból, és ez alatt nem szabad lenne eladni borokat. Hát én ebben látom a jövőt, és hát ennek egyik jó kiinduló pontja lehetne a Tokaj Kereskedőház. És hát tulajdonképpen nem csak védett borok kellenek, hanem védett árak is. A jó minőségű szőlőt meg kell fizetni, hogy érje meg a termelőnek a sok nehéz fáradtság és kézimunka, ami a szőlőben megjelenik. Áll problémának érzem Tokahegyen a minőség hirdélyelezését és a minőség ellenőrzésre, a nyomon követhetőségre. Annyira szigorú itt minden, hogy a világon egyetlen egy borvidéken nincs ilyen. Olyannyira, hogy a borász kreatív tevékenységét, kezét görzsbe kötik a túlszabályozások és a túladminisztrálások. Mutassanak még nekem egy olyan élelmiszert, ahol ilyen szigorú minőségi követelményeknek meg kell felelni. A Parizet hoznám fel példának, 5-10% benne a hús, a többi víz és bőr és egyebek. Hát hogy lehet ilyet élelmiszer? Borból 25-26-30 litert fogyasztanak el évente az emberek. Parizelben nem ennyit fogyasztanak el. És ez ennek ellenére megengedett dolog, tehát ez ilyen szempontból egy nagyon szomorú dolog, és hát elnézést kérek, hogy ezeket elmondtam, de én úgy érzem, hogy nagyon sokan, akik jelen vannak itt, és akik nincsenek is jelen, egyetértenek velem. Na de visszatérve az elméleti fejtegedés után, rátérnék a család szőlőterületének az ismertetésére. A területek Sátoraljaújhegyben és Bodrogaszél határában vannak, kitűnő üdülőkben helyezkednek el. Teljes fajta választékkal rendelkezünk, mint hogy a filmen is volt, fur, mint házsavelő, sárgamuskotály, zéta és kevés kövér szőlővel is rendelkezünk. A szőlőtermesztésnek, a filozófiánknak az alapja, hogy a kevesebb mindig több. Eleve már metszéskor visszafogott rügyterheléssel indítjuk a tőkéket, és ahogy aztán kipattannak a hajtások, kétszer, háromszor is végzünk zöld hajtásválogatást. Mi nem végzünk zöld szüretet, már nem szabad megvárni azt véleményem szerint, hogy ezek a termések kifejlődjenek, hanem már fiatal korában el kell távolítani ezeket a nem kívánt vesszők vagy hajtásokat és termést. Ennek következtében a tőke teljes vegetációs időt arra a kevés mennyiségre tud koncentrálni, és ennek következtében magasabb minőségű mustot is tud adni. Hát a növényvédelmi minket szükség szerint végezzük zöldszerekkel. Ezek drága dolgok, de nekünk egy igényes piacunk van, tehát annak a kielégítése szempontjából ezt tartjuk biztosnak, és nem érdemes a növényvédőszerekkel kísérletezni, hogy olcsóbb szerekkel, mert az olcsóbb mindig a drágább, és egy rossz minőségben elvégzett növényvédelemmel hát az egész éves munkánk tönkre mehet. A talajművelésnél váltva végezzük minden második sort. Kasszáljuk, és minden sorokat aztán kultivátorral művék egész időszak alatt, és ősszel mélylazítást végzünk minden második sorban, minden évben váltva ezeket, és a mélylazításnak óriási jelentősége van, nem csak azzal a céllal végezzük ezt, hogy a talaj nedvesség tartalmát fokozzuk, hanem meglevegőztetjük a talaj, és a meglevegőztetett talajban a talajéhez meg tudjuk indítani. Ezekben a talajban bőven van tápanyag. Mi
gyakorlatilag a 20 év alatt egy gram műtrágyát nem adtunk, meg szerves trágyát se adtunk a szőlőkbe, és rendkívül jó kondícióban vannak a szőlőink, annak ellenére, hogy ezt nem végezzük, és hát ez ezzel magyarázható, tehát a szántani nem szabad szántani, mert a szántásnál részben elvezetjük csak a csapadékot, és ennek következtében fellazul a szőlő, egy egészen speciális méllazító kapánk van neki, nekünk, ami nem hatalmas hantokat csinál, hanem egyszerűen megemeli a talajt, és ennek következtében az összes csapadékot be tudja fogadni, és nem jelentkezik a legnagyobb aszályos években se aszálykár. Szürettel kapcsolatban hát késő szüretelést végzünk minden esetben, megvárjuk, hogy érjen meg a szőlő, illetve túlérjen, amit magas cukorfokkal és hát megfelelő minőséggel, asszúval honorál, amikor abban azokban az évjáratokban, amikor egyáltalán terem asszú. Hiszem és vallom, hogy a tokai borminőség az évjárat függvénye. Rossz évjáratban, jó fekvésben, egy fürtös terhelés mellett is rossz minőség terem. Jó évjáratban 100 mázsa termés per hektár esetén is kitűnő minőséget tud adni, amit bizonyít a 2013-as év is, ahol 100 mázsa per hektár termés felett is 23-24 fokos szőlő termet, amit a rugalmatlan termékleírásunk miatt 85 forint per kilogramm áron kivittek az Alföldre, és majd jövőre fizetnek valamikor. Itt rugalmasság kellene, engedjék meg, hogy egy champagne példával hozakodjak elő, hogy ne csak a szűk bergénkbe maradjunk. Itt többször jártam champagneba, szüret idején is. Champagneba el kell mondani, hogy 5 euró 1 kiló szőlő. Nálunk 0,3 euró 1 kiló szőlő. Csak összehasonlításként. Azon kívül, ugye Franciaországban nem mustfokba fejezik ki a szőlő minőségét, tehát a mustfokát, hanem alkoholba számítják. Minden évben megállapítják, ha rossz évjárat van, akkor 9,5 fok alkoholtól lesz, amit le lehet szedni. Ha jó évjárat, akkor 10,5 alkohol. Tehát ez a kettő között. Tehát nem szorítják be magukat ahhoz, hogy kérem 100 mázsa, kész, 101 mázsa, azt már nem tudjuk használni. Nem beszélve ilyen kitűnő minőség, mert hogyha ez egy rossz évjárat, akkor örül az ember, hogyha elviszik tulajdonképpen. Tehát ezek nagyon döntő fontossága. Minőséggel kapcsolatban mindig vita van, hogy a szőlő minősége az 90%-ban, a borász az csak mondjuk 10%-ot tesz hozzá. Nem így van. Szentő meg vagyok győződve. Stumbány barátommal néhány évvel jártunk kint Németországba, a Rajna vidéken, a Rheingau borvidéken. A Rheingau az ő tokaiuknak megfelelő legjobb minőséget ad. És hát pont szüret idején voltunk, és aztán megkérdeztük, hogy a gazdát, hogy hát mikor lesz itt a szüret, mert nagyon zöld és ruta zöld volt a szőlő. Hát azt mondja, hogy holnap kezdjük a szőlőt. Tehát holnap, hát olyan volt, mint a sörét gyakorlatilag. Ezt a szőlőt tényleg leszüretelik, felcukrozzák nyilván, mert erről nem beszélnek. Mi beszélünk, hogy nem lehet, csak ez, csak az, és tízszer drágábban eladják. És hát a minőséget nem akarom én elbagatellizálni, valóban nagyon fontos, de legalább olyan fontos a borász szaktudása és a technikai háttere is. Hagyj mondjak egy egyszerű példát rá, hogy könnyebben érthető legyen. A kibányászott nyers gyémántból a gyémántcsiszoló, azaz jelen esetben a borász, tudása és felszereltsége révén kincset élő brilliást készíteni. Ugyanígy van ez a borral is. Mi csak a saját ültetvényen termetszőt dolgozzuk fel, vásárolni nem szoktunk. A rossz évjáratok termését, mint például 2010-es katasztrofális rossz évjáratot szőlőben adtuk el Csehországba, hát ez természetesen ráfizetés volt ekkor. Ebből az évjáratból nem dolgoztunk fel egy gramot se. Nekünk igényes vevőink vannak, a piac megszerzése rendkívül nehéz, de megtartása még nehezebb. 1992-től felépítettünk családi összefogással, saját erő, hitel és állami támogatással egy modell értékű, igényes kivitelezésű, korszerű szőlőfeldolgozó és korszerű birtokot, amire büszkék vagyunk.
Acéltartályunk összetétele jelenleg már olyan, hát azon, még ez 10 évvel ezelőtti képek voltak, hogy ma már minden borunkat hűtve tudjuk erjeszteni, ülepíteni és irányítottan tudjuk erjeszteni. Külön csoda a borház alatt elhelyezkedő a 13. században a Pálosrend által épített hagyományos pince, ami a Sátoraljáhelyben az ungvári pincerendszer része, 2002-től a világörökség részét képezi. A pince felett helyezkedik a terméskőből épített feldolgozó, palackozó, készárraktár, tartálysor és a 40 fő befogadó képességű borkóstoló helyiség. Az épületet Radvány György, ibüldőes építész, a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karának tanára tervezte. Itt élményszerűen tudjuk bemutatni vendégeinknek a szőlőtől a feldolgozáson, érlelésen, palackozáson keresztül az egész tokai borkészítés folyamatát. El kell mondani, hogy a tervező ő volt, én voltam a művezető, meg egyben segédmunkás is, mikor építettük ezt. A szőlőből termeltük ki ezeket a köveket, és hát gyakorlatilag ez nagyon, nagyon igényesen lett megcsinálva. Hát nekünk szolgálnunk az, hogy a Bodnár Pince borháza a finom borok háza. A boraink sikerének titka a kiváló alapanyag, a kíméletes szőlőfajdolgozás, az évszázados hagyományok és a jelenkor korszerű ismeretének és technológiának köszönhető. Törekszünk arra, hogy borainknál a minőségtől függően kifejlődjön a pincészetünkre jellemző egyedi karakter. Fiatal borainknál dominál az elsődleges gyümölcsíz, míg szabronitól felfel az asszúborainkat is beleértve törekszünk arra, hogy az elsődleges és klasszikus ászkolt ízek finomsága, élénysége tökéletes egyensúlyba, harmóniába kerüljön. Hát most ezt elég sokat beszéltem, most kezdjük már a kóstolást, mielőtt tényleg kiszárna mindenkinek a szája, hogy úgy mondjam. Első borunk lesz egy 2009-es száraz furmint. A borkészítésről néhány gondot mi kitöltik a palacba, engedjék meg, hogy elmondjak. Hát természetes ládás szüretet bonyolítunk le. Ebbe a kategóriába teljes érésben lévő szőlőt szedünk be, tehát ennél a kategóriánál nem igény és nem is szükséges az, hogy többet és túlérett szemek legyenek. Eleve gyors feldolgozást végzünk és kíméletesen, és hát a kinyert mustot aztán visszahűtjük plusz 4 Celsius fokra, és itt tartjuk körülbelül egy 24 órán keresztül. A 24 órás ülepítésen sel gyakorlatilag megszabadulunk azoktól a zavarosítanyagoktól és üledékektől, amik nem teszik a minőséget jobbá, nem növelik a minőséget. Leszíneljük, és utána jön az erjesztés. Az erjesztésnél gyakorlatilag spontán erjesztünk. Ezzel kapcsolatban is engedjék meg, hogy elmondjak néhány gondolatot. 5-6 faélesztővel és több éven keresztül kísérleteztünk, hogy, mert ugye divat volt az, hogy divat most újabb, hogy jó faélesztővel erjeszte, beoltani a mustot. Azt tapasztaltuk, hogy eleve nem volt jobb a minőség, eleve a késztermék teljesen egy univerziális íz kapott. Tehát rá lehet volna mondani, hogy ez a Rajna vidékén termett minden további nélkül, tehát ez nem volt egy különleges. Na most hát ez érthető is, hisz ezek az élesztő törzsek gyakorlatilag a Svájcból, Burgundiából származó faélesztőkből lettek kiszelektálva. Ha sajnos még a szocialista rendszerben, mikor a Starczali, illetve a szőlészeti kutatóintézet Budapestről letelepítették Kecskemétre, akkor elvesztek ezek a kiváló tokahegyei egysejből kitenyésztett faélesztők. Ha ezek meglennének, akkor valószínű, hogy mi is használnánk ezeket, mert ezek ebből a ebből a borvidékből lettek kiszelektálva, és így tudnák biztosítani a megfelelő tokai jelleget. Korai fejtés után egy finom seprő tartást végzünk, utána derítjük, szűrjük, majd fahordóba lepincézzük. És a lepalackolt borokat aztán legalább minimum három hónapig palacba érleljük, és csak utána kerül ki a forgalomba a bor.
Hát a poharunkban lévő bort most már valószínűleg mindenki megkóstolta, egy szalmasárga színű, tipikusan furmint illattal és nagyon szép palaszbukéval is rendelkezik már a bor. Ízében hosszú, harmonikus testes, egy finom mandula ízzel, ami a köveshegyi dűlőnkre jellemző. Ez egy nagyon suteros köves talajból származik. Jellemző a lekerekedett savakkal, és a 4 év ellenére is én úgy érzem, hogy frissnek és üdének hat. Itt nagyon sok vita van, hogy mikor hozzuk a furmintokat forgalomba. Hát tulajdonképpen a nyilván, hogy nem szükséges ez egy hosszú érlelés ezeknél a boroknál, ennél én is egyetértek azzal, hogy minél hamarabb kerülnek forgalomba. Azért egy fél éves furmintól nem lehet azt várni, hogy ezt drágán is el lehessen adni. Hisz hát ezekben ez nem egy illatos fajta sajnos a furmint, nem egy chardonnay, nem egy Rajnai Riesling, amire az ember beleszagol a pohárba, azt mondja, milyen gyönyörű szép íze van. Hát a furmintnak sajnos nincsen ilyen jellegű illata, és ennek következtében szükséges az, hogy egy picit érjen és összesimuljon. A következő borunk egy 2011-es sárga muskotáj, ez egy kicsit maradék cukortartalommal rendelkezik. A sárga muskotájnál is természetes teljes érésben történik a szüret, úgy szintén ládás szürettel, és ha véletlenül vannak benne töppet szemek vagy rothadt szemek, azokat ki kell dobni, tudnélik, ezek nem javítják a minőséget, inkább rontják. Bodnár Sándor az este során fél tucatnyi bort kóstoltatott meg a jelenlévőkkel, ezzel is kifejezve tiszteletét mindazok által, akik részt vettek a kalandozások a Tokaj-hegyaljai borvidéken című ismeretterjesztő sorozaton.